40 év történetét öleli ez fel, és hát már 30-as évei végén van a show, amikor a színésznővel, a Campbell-el megismerkedik, és akkor még nagyon nagy béke van, ez a századforduló, 1899-szer kezdődik talán, és akkor még béke van a világban, és harmónia, és rend, és az értékek a helyén vannak. És ebben nyomon követhető, most túl az ő kapcsolatok váltakozásain, hogy a világ mekkorát változik ebben. Benne van teljes egészében az első világháború, benne van a világválság, és a végén megjelenik már Hitler, amikor már végképp öreg, és teljesen kiábrándult, és csalódott mindenben. Nem csak a saját nemzedékének, hanem általában utóbbi századok emberi nemzedékeinek egyik legszellemesebb emberével állunk szemben, aki nagyon radikálisan és nagyon sajátosan lát mindent, beleértve a társadalmi kérdéseket is, és hát természetesen a magánemberi kérdéseket is. Valószínűleg ez egy olyan kapcsolat lehetett, majdnem megfejthetetlen persze, de ha lehet szerelem szexuális vonzalom nélkül, vagy szexuális kiteljesedés nélkül, akkor ez az volt mindkettőjük részéről. Az ember így felszínes olvasatban, amikor végigolvassa Bernard Shaw darabjait, akkor az az érzése támad, hogy Bernard Shaw egy nőgyűlölő. Ebben szemben áll egy élethelyzetben előttünk, amikor egyszerre kettő darab nővel is valamiféle viszonya van, van neki ugyanis egy felesége. Csendesen jegyzem meg, hogy az életrajzírók abba egyetértenek, nagyjából egészéből, hogy George Bernard Shaw-nak és Charlotte-nak nem volt úgynevezett szexuális kapcsolata egymással, hanem csak úgy éltek együtt, mint egy házas pár, valamiféle jó barátságban. Na most ugye Mrs. Campbell-el se volt neki szexuális kapcsolatot, tehát nem tudom egyáltalán kivel volt, de most itt van egy talányos kapcsolati rendszer. Lehet, hogy valaki utána tud nyomozni, hogy mennyire volt igénye Shaw-nak a testi szerelemre. Szerintem nem nagyon. Viszont arra óriási igénye volt, hogy őt nagyon-nagyon tiszteljék, szeressék, és hogyha ezt megkapja, akkor ő viszont tud arra érdemes aranyokat tisztelni és imádni. Tehát ez a lelki része, ez nagyon erősebben van, önimádat is, és a permanens visszaigazolásnak a vágya, hogy ő milyen zseniális. Azt mondani, hogy én Fülig szerelmes lettem magába 12 órára, ezt tudja, aki valaha volt életében szerelmes, azt tudja, hogy ez a mondat, ez mondattanilag ugyan nagyon érdekes, és nagyon, nagyon szellemes szintén, mint minden benne csak. De egyébként meg hát egy hülyeség. Shaw is, és az angol színésznő is, a Mrs. Campbell is hazudtak kicsit maguknak is, talán kicsit egymásnak is, de hát természetesen ironikus és hihetetlen magas rendű formában. Itt nem nagyszabású hazugságról van szó, hanem inkább a teljes igazság nem bevallásáról, amivel az ember egyik napját átmenti a másikra. Tehát ez egy inkább kedves jelző ez a hazudozó, mint elmarasztaló.